melyek voltak görbei vadászati céljai. Az Arad Megyei Múzeum és az Aradi Kölcsei Egyesület szervezésében történészek, kutatók tartottak előadást az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helytörténeti emlékeiről. Ismertették a forradalom végkimenetelét jelentő aradi eseményekhez vezető körülményeket, és végigkövették a vértanúk utóéletét is. Sajnos ők ugye a haláluk után sem nyugodtak békében, hiszen ugye a kivégzés után is volt kit, eladtak, volt ki, ott maradt a Bitófa tövében, és majd az 1912-es ásatások, vagy a 32-es, 33-as árvíz mosta ki ugye a csontjait. Másokat voltak ki, tehát feldarabolva vittek ki onnan, vagy loptak ki a várból akkor a kivégzés után, és hát utána sem nyugodtak. A csontjaik egy időben itt a kultúrpalotában, egy részüknek a csontja itt a kultúrpalotában volt, majd 1974-ben ugye a úgymond vesztőhelyi obelisznek az alapjából ugye behelyezték őket. Tehát volt sajnos útjuk haláluk után is, ezért választottuk ezt a címet. Ehhez az úthoz pedig hozzátartozik a vértanúk emlékének megőrzése is, hangsúlyozták a konferencia szervezői, akik ennek jegyében kiállítást rendeltek be az 1848-49-es Erekje Múzeum gyűjteményéből. A kultúrpalota előcsarnokában felállított vitrinekben helyet kaptak Klapka György, Vécsei Károly és Görgei Artúr személyes erekjéi is. Valamint van egy vitrinünk azokról a tárgyakról, amik a vértanúknak a halálához köthetőek. A 9 Bitófa darab, Vécseinek a kereszt és a zsebkendője, amit az akasztás pillanatában a kezében fogott, valamint az 1912-13-as ásatásoknak a következtében előkerült Lázár és Weidel cipőtalpainak egyike egy díszdobozban. Valamint, ha már az érdekességekről beszélünk, akkor itt megtekinthető Salacnak az Attilája, ugye Salac még az 1848-as forradalomban részt vett, valamint egy ezüst vállöv, amit ugye a dobosok használtak, akik vezették ezeket a csapatokat. Az emléktárgyakat az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc relikviáinak gyűjteményében őrzik Aradon, ahol 1893-ban nyitották meg a vidék leggazdagabb Erekje Múzeumát. A vesztőhelyi emlékoszlop és a szabadságszobor felállításán kívül a helyi magyarság így kívánt tisztelegni az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtábornok emléke előtt. Az Erekje Múzeum létrehozását az 1881-ben megalakult Kölcsei Egyesület vállalta fel. Az 1888-ban meghirdetett gyűjtésre hatalmas méretű adományozás indult el. A következő évtől olyan sűrűn érkeztek az adományok, hogy külön személyt kellett kinevezni arra, hogy ezeket leltározza és raktározza. És 1893. március 15-én fenn az akkori színháznak a második emeletén kaptak a várostól 8 termet, és ezt a 8 termet megtörtötték az addig összegyűjtött erekjékkel. A páratlan értékű gyűjtemény hamar kinőtte első otthonát, így átkerült az 1913-ban megnyílt kultúrpalota épületébe. A kiállítás túlélte Trianont, és látogatható volt a két világháború között is, egészen 1974-ig, amikor Ceausescu utasítására száműzték a raktár mélyére. Ott porosodott csak nem fél évszázadon át, míg nem a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a budapesti Hadtörténeti Múzeum munkatársaival közösen uniós támogatásból katalogizálták és restaurálták az emléktárgyakat. 6 éve pedig a relikviák egy része visszakerült régi helyére, az aradi kultúrpalotába, ahol egyébként több mint 17 ezer tárgyi emléket és dokumentumot őriznek az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc relikviáinak gyűjteményében. A kollekció egy része 2015 óta állandó kiállításon szerepel az Arad Megyei Múzeumban, jelenleg viszont a felújítási munkálatok miatt nem látogatható. Júniusban azonban megnyitották Vécsei Károly emlékszobáját, amelynek részeként megtekinthető a mártírtábornok kripta előlapja is. A sírfelirattal egy újabb 1848-49-es erekje került vissza a nagy közönség elé, hiszen ennek a hollétéről évtizedekig nem is tudtak. Az 1849-es mártírtábornok emlékszobája az Arad Megyei Múzeumban látogatható.